Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, ma már többen is beszéltek a változás szükségességéről, az összefogás szükségességéről és mindezek erejéről. Magyarországon az összefogásnak és a változásnak van vezetője is. Mesterházy Attilának hívják. Nagyon szépen köszönöm, engedjék meg, hogy legelőször, mielőtt belekezdenék az ünnepi beszédembe, megköszönjem Ibének, hogy elvállalta ezt a kihívást, elvállalta ezt a feladatot, elvállalta ezt a szolgálatot, hiszen azt, amit mindnyájan végzünk, az a nemzetért végzett szolgálat. Ehhez valóban kell civil kurázsi, kell képesség, kell tudás, kell elszántság, és kell egyfajta hit. Hit abban, hogy ezt az országot, a magyar nemzetet szabadabbá, igazságosabbá, demokratikusabbá lehet tenni. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben a küzdelemben, amit az országért, az ország jövőjéért, az itt élő emberekért folytatunk, ebben ilyen támogatóim, segítőim és barátaim vannak, mint itt a színpadon mellettem állók, úgyhogy szeretném megköszönni nekik, legelőször is az Imrének, és mindenki másnak is a munkáját. Tisztelt honfitársaim, tisztelt emlékezők, kedves barátaim! Ma, az október 23-án kitört forradalom előestéjén, itt, Nagy Imre szülővárosában, egyszerre idézzük fel a forradalmárok emlékét, és teszünk hitet a mártír miniszterelnök öröksége mellett. Mint minden történelmi pillanat, 1956 is megteremtette a maga hőseit. Hétköznapi emberek váltak egyik napról a másikra a nemzet történelmének alakítóivá. Idősek és fiatalok vették fel a harcot az elnyomás ellen. Ki fegyverrel, ki tollal, ki a gondolat erejével, de egyforma eltököltséggel, hősiességgel és önfeláldozással. Nagy Imre azért lett a forradalom miniszterelnöke, mert a nép tudta, hogy szabadságot, biztonságot és jólétet akar minden magyarnak. Egy volt azok közül, akik, ahogy írta, a szocializmust emberségesen akarják, kevesebb áldozattal, több kenyérrel és szabadsággal, félelem és terror nélkül. Nagy Imre azért vált történelmi hőssé, mert ezekért a célokért kész volt mind halálig kitartani, és áldozatvállalásával életben tartotta 56 eszmélyiségét az elnyomás hosszú évtizedeiben is. Barátaim, 56 minket, hazafias magyar baloldaliakat a nemzet oldhatatlan szabadságvágyára emlékeztet. Ez a szabadságvágy tört felszínre az elnyomás alól 56 októberében, ez vitte akkor az utcára a tömegeket, majd a barikádokra a hősöket. Mindenki, aki az elnyomás ellen akkor felemelte a szavát, vagy később a fegyverét, nem akart mást, mint jobb, biztonságosabb és szabadabb életet. És ugyanez a vágy él, érvényes és aktuális ma is. Mert ne tévedjünk, hölgyeim és uraim, 1956 októberében ugyanazt harsogta minden torok, ugyanazt akarta a nép, szabadságot és demokráciát. 1956-ban zajlott, de 1989-ben győzött a forradalom. A rendszerváltásban teljesedett be 56 akarata, demokratikus köztársaság lett a hazánk. Nagy Imrének, társainak és valamennyi forradalmárnak ezért nem egyszerűen azt a néhány szabad és felemelő októberi napot köszönhetjük, hanem minden egyes napot, amit 1989 óta szabadon tölthetünk. Ma, 24 évvel a köztársaság kikiáltása után, azonban a demokrácia és a köztársaság eszméi meggyengültek. Ma már nem érvényesülnek úgy, ahogy azt 56-ban megkövetelte, és 89-ben megvalósította a nemzet. A mai hatalom szemében csak az állam formáját jelenti a köztársaság. A tartalmát kiüresítették, és nem hagytak meg mást, csak annak a látszatát.
Nem csak hazánk hivatalos elnevezéséből törölték a köztársaságot, hanem az életünkből is. A közérdeket felváltotta egy szűk társaság önérdeke. A mai hatalom nem tekinti magára nézve kötelezőnek a köztársaság alapegyezményét, azt, hogyha képviseleti úton is, de a nép uralkodik. Ma ezzel szemben egy szűk kör uralkodik a nép felett. Az állam összes intézményétől és tagjától pedig azt követelik, hogy alattvalóként szótlanul tűrje az uralkodást. A mai hatalom meglop, megfélemlít és megaláz. Nem tűr ellenvéleményt. Ezt tapasztaljuk a munkahelyeken, a közéletben és a hétköznapokban is. De egy másik oka is van annak, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a szabadság vágya milliók számára beteljesületlen maradt a mai napig. Ma is milliók és milliók szenvednek a szabadság, a biztonság hiányától, ugyanúgy, mint 57 évvel ezelőtt azért, mert millióknak nem jut munka és kenyér. Ma 4 millió ember él a létminimum alatt. Félmillió gyermek éhezik. Millióknak nincs munkájuk, nincs biztos megélhetésük. Márpedig a szabadságot csak azt tudja megélni, aki meg is tud élni. Ezért ma minden korábbinál nagyobb szükség van a valódi, felelős és igazságos baloldali politikára. Munkát, kenyeret, szabadságot és jólétet teremteni kivétel nélkül mindenkinek. Ez a baloldali történelmi küldetése a mai napig is. Mi, magyar baloldaliak, igazságos Magyarországot akarunk. Olyat, amelyben a biztonság és a szabadság és a jólét mindenkinek egyformán az osztály része. Gazdagok és szegények, idősek és fiatalok, nők és férfiak, munkaadók és munkavállalók, városiak és vidékiek, mind összetartozunk. Ezért mi mindenki Magyarországát akarjuk megteremteni. Azt az országot, ahol nem csak a kevés kiváltságos boldogul, hanem minden egyes ember. Az mára világos mindenkinek, hogy a jelenlegi kormány egyikből sem ad a többségnek eleget, viszont elvesz amennyit és amit csak lehet. A gyerekektől az esélyt, a nőtől a lehetőséget, a munkavállalóktól a megélhetést, a vállalkozótól a piacot, az időstől a biztonságot. A kormány szerint a lemaradók csak az élen járók haladását hátráltatják. Ezért szerintük hátra lehet hagyni az útszélén több millió magyar. És pontosan ez az, amiben mi, baloldaliak, soha nem törődünk vele. Ez az, ami ellen mi szociáldemokraták mindig is küzdöttünk, és mindig is küzdeni fogunk. Nem törődünk bele abba, hogy ilyen nagy jövedelmi különbségek legyenek emberek között. Ezért a baloldal történelmi küldetése és felelőssége minden eszközzel azért küzdeni, hogy csökkentsük a társadalmi különbségeket. Mi nem hagyunk hátra senkit. Nekünk mindenki számít. A nélkülöző gyermekek épp úgy, mint a kiszolgáltatott nők. A biztonságtól megfosztott munkavállalók ugyanannyira, mint a túlélésért küzdő kisvállalkozók. És mindenki között kiemelten a nyomorgó nyugdíjasok. Ők azok, akiket minden lehetséges eszközzel védeni és támogatni fogunk. Ők azok az emberek, akik az MSZP számára a leginkább számítanak. És akik csak ránk számíthatnak. Ma, amikor annyian a puszta megélhetésükért küzdenek, amikor szabadságunkat a kiszolgáltatottság, a bizonytalanság, a pénztelenség korlátozza, nem lehetünk elnézőek, nem lehetünk megalkuvók. Ezért ma ugyanazt akarjuk, amiért 56-ban küzdött Nagy Imre, Bibó István, az összes demokratikus baloldali és szabadság szerető ember. 1956 egy új korszakot nyitott a II. Világháború utáni időszak történelmében. Egy kis közép-európai nép bebizonyította az egész világnak, hogy szembe lehet és szembe kell szállni minden önkénnyel. Ezért azzal őrizzük legőszintébben a forradalom és a szabadságharc emlékét, ha szakadatlanul küzdünk egy igazságos, demokratikus, szabad magyar köztársaság megteremtéséért.
hogy szabadságban, biztonságban, napról napra egy kicsivel jobban élhet minden magyar. És nincs reménytelen küzdelem, ha annak célja a szabadság, az igazságosság és a jobb élet megteremtése. Legyen bármilyen hatalmas, tűnjön bármilyen erősnek az elnyomó hatalom, le lehet győzni. Honfitársaim, Nagy Imre Kaposvár szülötteként, hazájáért, életét áldozó nagyformátumú államférfiként beírta nevét a történelembe. Megingathatatlan hite, szilárd erkölcsi tartása és elszánt kitartása példát mutat mindannyiunknak. Nagy Imre öröksége az egész nemzeté. 56 pedig tanúságot hordoz mindenkinek. Arra emlékezteti a demokrácia híveit, és arra figyelmezteti a demokrácia ellenségeit, hogy a nép akaratával szemben a hatalmat nem lehet hosszú távon fenntartani. Az egykori forradalmárok pedig azt üzenik a mának, hogy a szabadságot és a demokráciát nem elég kivívni. Azt nap mint nap újra és újra meg kell védeni. Szabadság szerető magyarként pedig tudom, hogy 2014-ben újra lesz szabad magyar köztársaság. Köszönöm szépen!